7 évvel ezelőtt, 2015 tavaszán a Tóth Bence nevezetű harsonás kolléga volt osztálytársam, megkérdezte, hogy lenne kedvem közösen szervezni egy zenekart. Az ötlet az úgy jött, megkérdeztem tőle, hogy Ada, csináljunk már egy tök jó zenekart. És erre az Ada azt mondta, hogy jó. És így kezdődött. Más a DDRF, hogy mi nem egész évben próbálunk heti egyszer, hanem egyszer egy hétig nagyon intenzíven, és itt egy hét alatt kell megtörténnie annak, ami másik zenekarnak mondjuk egy 10 próbás próbaidőszak, aminek a végén van egy koncertjük mondjuk. Elsősorban, ami a legnagyobb élmény, az a közösség formáló és az érték közvetítő szerepe ennek az egész táborozásnak, hogy annyiféle ember jön ide, és tényleg mindegyik egy külön egyéniség, és mégis összeköt minket az együttzenélés, és pár nap alatt megtaláljuk a közös hangot. Ide jön egy csomó ember, akikből természetesen páran ismerik egymást, de hát a nagy részét ugye nem ismeri. És leülünk, és megfújjuk az első hangot, és akkor igazából megvan az első közös élmény azzal az első hanggal. Mind a 7 nyári táborban vagyok, ebből 6-szor aktív zenészként, egyszer meg a kicsikkel felügyelőként. Az egyik nagy büszkeségem, hogy az első 2-3 táborban a kicsiknél a klarinét sornak ugye 70%-át az én növendékeim tették ki. És akkor ebből most már odaig fejlődtünk, hogy most már közülük van egy, aki itt ül mellettem a nagy zenekarban. Akkora élmény volt, hogy idén újra kellett jönnöm. Abszolút más ez az egész élmény, hogy egyből beülünk és megszólalnak a tiszta hangok, végigjátsszuk akár egy vagy megállás nélkül is a számokat. Életemben először harmonikásként kiálltam ennyi híres nagy zenész elé, és eljátszottam, és a végén azt mondta, cuki fiú, jó voltál, és megtapsoltak. Az egyetemen a csoporttársam már ide jár már több éve, az egyik kürtös, és ő ajánlotta ezt a zenekart, hogy mennyire jól szól, és hogy mennyire minőségi darabok is vannak, meg az eljátszásuk, és ez így nagyon megtetszett nekem. Szeretjük is ezt a zenélést, a közös zenélést, meg tudjuk is. És így fantasztikus dolgok jönnek létre. Meglepő élmény az, hogy mondjuk egy hét alatt egy ilyen nagyon komplett koncertműsort össze tudunk tenni. Szakmailag is sokat tudtam itt tapasztalni, és megtetszett ez a közeg, és akkor most így a nyárit is kipróbáltam, és eljöttem, úgyhogy folytatom, és még remélem tudom folytatni később is. Élmény ennyi emberrel, ennyi fiatallal játszani együtt, és egy nagyszerű karmesterrel persze. Meglepő módra, amikor összefogta azt a viszonylag nagy zenekart, pusztán a jókedvével, pusztán a nézéseivel, a mimikáival, a megmozdulásaival meglepett, és a vezénylése is nagyon tiszta, egyértelmű, tudja, mit akar, hogy akarja csinálni, szóval ez számomra nagyszerű. Az utánpótlás miatt találtuk ki azt, hogy akkor csináljunk egy ilyen kis tábort, egy kis DDRF-et, ahol 10-14 éveseket megpróbálunk csúnya szóval ide szoktatni. Az első téli DDRF táborban ültem be a nagyokhoz, és hát nem csalódtam, mert tényleg az a hatalmas nagy hangzás és nagyon, nagyon jó karmester a Benu személyében várt, és nagyon
örülök, hogy bekerülhettem végre. Úgy látszik, hogy jó munkát végeztünk, mert amilyen gyorsan hoztunk létre a semmiből valamit, ez most már így egyre jobban kinövi magát. Ugye idén már több mint 100 táborozónk van a kicsik és a nagyok zenekarát összevéve. Eljátszani egy darabot, azt bármikor el tudjuk játszani, úgyhogy az ritmikailag, meg hangilag a helyén legyen, de hogy aztán abból zene is legyen, ahhoz viszont szükség van arra, hogy csapat legyünk. És akkor ez a csapat összeérés az, ami igazából a legnagyobb kihívás talán zeneileg. Melyik hangot hangsúlyozzuk ki, az is olyan, hogy azt meg kell érezniük egymással, és együtt kell csinálniuk, és akkor abból lesz a közönségnek is egy olyan élménye utána, hogy na, ez szép volt.